Dés László jól ismert dala is felcsendül majd a Kávéházi Dallamok című kamara előadásban. Az olvasópróbák a múlt héten kezdődtek, és annak ellenére, hogy rövid idő áll a színészek rendelkezésére, biztos kezekben lesz az előadás. A főként békebeli dallamokból, irodalmi gyöngyszemekből, kabaré jelenetekből álló válogatást I. és Ákos és Tóth Zolka színművészek rendezik. A korszak iránti rajongásuk több évtizedes barátságuk kezdetére nyúlik vissza. Nem menjünk vissza a 80-as évek végéig. De kezdjük a besélyi színkörös dolgokkal, vagy kezdjük. Hát ez ott kezdődött még nagyon, nagyon régen. 89-90. Együtt voltunk amatőr színjátszók, aztán bekerültünk a színházba, és aztán itt szépen a ranglétrán próbálunk így fokonként előre, vagy följebb, néha lejjebb, aztán megint följebb. Úgyhogy ez nagyon, nagyon régi barátság, nagyon régi történet. Fogyókelék lesz. Kálvádosz. Minden kálvádosz. A humor nem csak az előadás, hanem a próbafolyamatok fontos része is egyben. Az összeszokott szereplőgárdában a rendezőként debütáló színészeken kívül Horváth Margitot, István Istvánt, Kosik Anitát, Kuti Patriciát és Pregicer Fruzsinát láthatja majd a közönség. Ez egyfajta szempontból ez kisé esztrád műsor lesz, hogy mindenféle, szinte mindenféle stílusból, mindenféle írónak tollából származnak ezek a művek, és ahogy Zolka is mondta, hogy nem feltétlenül a kávéházban, tehát próbálunk inkább arra törekedni, hogy a kávéházba járó emberek beszéljenek magukról, beszéljenek az életükről, a sorsukról, próbálunk talán majd párhuzamot vonni az akkori kávéházba járó emberek és a mostani kávézóba járó emberek élete között. Tehát így ebből a szempontból esztrád vagy nagyon-nagyon változatos lesz, hiszen ugyanúgy, ahogy az emberek sem vagyunk egyformák, nagyon-nagyon nem. Itt is nagyon-nagyon különböző embereket, dalokat, prózákat és sorsokat látunk majd. A Kávéházi Dallamok című előadás a bérletben szereplő Futótűz című kamaradarab helyét váltja. A bemutatót április 14-én a Krudi kamarában láthatja majd a közönség.